Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Mess Attila vagyok. Május 3-a van, Tímea és Irma napja, ma van anyák napja. 1270-ben meghalt IV. Béla magyar király. Érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. 102 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Szerbiában. A Magyarországon érettségiző szerbiai diákok ma léphettek át a határon. Magyarországon eddig 2998 embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Hódokkal is lehet találkozni a Tiszán. Az elmúlt egy nap alatt több mint 5274 teszteltből 102 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak, és 4 személy hunyt el a kórszövődményének következtében, 3 férfi és 1 nő. A vírus megjelenése óta Szerbiában 193-an haltak bele a betegségbe. A halálozási arány 2,04%. Kórházban jelenleg 2116 embert kezelnek, lélegeztetőgépen 54-en vannak. A betegségből eddig 1551-en épültek fel. A járvány kitörése óta csaknem 102 ezer tesztet végeztek el a szakemberek, és összesen 9464 koronavírus okozta megbetegedést regisztráltak. A kijárási tilalom a hétköznapokhoz hasonlóan ma is 18 órakor kezdődik, és reggel 5 óráig tart. Holnaptól fokozatosan újraindulnak a buszok, vonatok, és kinyitnak az éttermek és kávézók is az országban. Legközelebb szerdán tartanak sajtótájékoztatót a vírussal kapcsolatos helyzetről. Addig is a legfrissebb adatokat a covid19.rs oldalon teszik közzé. Ono što je bitno u ovom trenutku reći i istaći jeste da su ovi brojevi za sada dobri i zadovoljavajući, pokazuju efikasnost mera i samo odgovornost i samo disciplinu naših građana. Ako se ovakav trend nastavi i u narednim danima, pre svega u narednih nedelju do dve, možemo se nadati brzom okončanju i preostalih mera, ali ono što je najbitnije jeste da budemo i dalje svesni i odgovorni da su mere distanciranja najznačajnije, pre svega prostorno distanciranje i da moramo poštovati preventivne mere koje preporučuju epidemiolozi. Pre svega da ne bismo ponovo ušli u ciklus povećanja broja obolelih, obzirom da u ovakvoj situaciji to jeste nešto čemu moramo stalno da mislimo, mada opasnost nije pretjerano velika, a pre svega zavisi od naše discipline. Továbbra is csökkenő tendenciát mutat a regisztrált koronavírus fertőzöttek száma Vajdaság területén, tájékoztat a tartományi kormány, emellett csökken azok száma is, akik a fertőzés miatt az ideiglenes kórházakban lábadoznak, teszik hozzá. Az újvidéki székhelyű Vajdasági Klinikai Központban jelenleg 56 szemét, a Pancsovai Közkórházban pedig 81 pácienst kezelnek. Előbbi egészségügyi intézményben 5, míg utóbbiban 2 páciens szorul mesterséges lélegeztetésre. Az Újvidéki Vásár épületében 34, az Apatini gyógyfürdőben pedig 47 enyhébb tünetekkel rendelkező személy tartózkodik. A közleményben hozzáteszik, hogy az arra kijelölt intézményekben 5 gyermeket kezelnek koronavírus fertőzéssel, mindannyian jól vannak. Igaz, hogy bizakodásra ad okot Szerbiában az új koronavírussal fertőzöttek száma és egészségi állapotuk is. Ennek ellenére továbbra sem kényelmesedhetünk el, nyilatkozta reggel a szerbiai RTV-nek Predrag Kon. A járványügyi szakember elmondta, hogy a járvány egy nyugodtabb szakaszához ért, de továbbra is fegyelmezetnek kell lennünk, mert még mindig vannak olyan gócpontok, amelyek veszélyt jelentenek, ilyenek a gerontológiai központok. Úgy véli, hogy szükséges a légi közlekedés újraindítása, ám ez a folyamat számos kihívással jár majd. A személyes higiénia és a távolságtartás az elkövetkezőkben is fontos lesz, illetve az előttünk álló átmeneti időszakban zárt térben a maszk viselése is fontos lesz. A Magyarországon érettségiző szerbiai diákok ma léphettek át a határon. Magyarországon holnap kezdődnek és május 21-ig tartanak a középiskolai érettségi vizsgák. Ebben az időszakban az érintett szerbiai diákok egyénileg léphetik át a határt Magyarország felé egy alkalommal, amit célszerű az első vizsgájuk dátumához igazítani. Míg a legtöbben ma neki is vágtak a horgosi, kelebiai vagy béregi határnak.
A Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen vasárnap a déli órákban indultak el tömegesebben azok a vajdasági diákok, akik Magyarországon érettségiznek. A legtöbben gyalog mentek át a határon, és a határ magyar oldalán szervezett autóbuszjáratok várták őket, akiknek viszont már van saját jogosítványuk és személygépkocsijuk, azok saját autóval mentek át. A határon átkelő Magyarországon érettségizők közt azonban nem csak a vajdaságiak, hanem Szerbia más részeiből érkező fiatalok is akadtak, akik például a budapesti Nikola Tesla szerb tanítási nyelvű gimnáziumban fejezik idén a középiskolai tanulmányukat. Belgrádi osztálytársaival érkezett a horgosi határra az újvidéki Anyav Lajinic, aki az említett tanintézményben érettségizik. Dali si za to vreme školovanja naučila i mađarski jezik? Jesam, naravno, trudim se i dalje učim, nije perfektno, ali dobro. Halász Dóra Szegedre igyekezett, matematikából és angolból érettségizik. Azt mondta, az adott körülményekhez képest jól felkészült. Az biztos, hogy mind idegesek voltunk nagyon, nem is tudtuk, hogy lesz-e érettségi, vagy hogy hogy jutunk el, sőt, még most is kérdéses minden, de bízunk a legjobban. Most ha átmentek a határon, akkor hogy juttok el Szegedre? Lesz buszjárat 2 órakor, és azzal megyünk remélhetőleg. Szügyi Ervin Keviből hozta el a határra fiát, aki a szegedi Csonka János szakközépiskola rendészeti szakán érettségizik. Köszönet, akik mozdultak érte, hogy megsegítették a gyerekeknek, ahol megkönnyítették az átjutását, meg lehetőséget adtak rá, akik ugyebár 4 évig tanultak, és most az utolsó időszakban megsegítették, hogy át tudjanak jutni, és le tudják tenni az érettségit. Az érettségi vizsgák időtartamára a magyar kormány biztosítja az ellátást azon vizsgázók számára, akik ezt igénylik. Pásztor István április 29-én a Szabadkai Magyar Rádióban beszélt arról, hogy megoldódott annak a 340 diáknak a határátlépése, akik május 4-e és 21-e közt tennének érettségit Magyarországon. A héten a kérdésről Alexander Vučić államfővel folytatott sikeres egyeztetést a VMS elnöke. Lehetséges lesz minden további nélkül bizonyos szabályokat betartva, hogy ki lehessen menni az országból, le lehessen rakni az érettségi vizsgát, utána vissza lehessen jönni. Az utolsó vizsgájukat követően bármikor visszatérhetnek Szerbia területére, azonban az aktuális járványügyi szabályokkal összhangban esetleges 14 napos házi izolációba kell majd vonulniuk. Az ingázók kapcsán létrejött a megegyezés Magyarországgal, és ehhez hasonló megbeszéléseket folytatnak más országokkal is, jelentette ki Ivica Dačić a Szerbiai RTV reggeli műsorában. A szerb külügyminiszter kiemelte, Magyarország továbbá egy humanitárius folyosót is fenntart azoknak, akik a környező országukba térnének haza, és erre van engedélyük is az anyaországuktól. Hangsúlyozta, a határok megnyitása természetesen más országoktól is függ, egyetértésre van szükség, egy egységes nemzetközi hozzáállásra. Tanúi vagyunk, hogy mindenki saját magának hozott meg intézkedéseket. Hamarosan megszűnik a rendkívüli állapot, de az nem jelenti az összes szigorítás eltörlését, mondta a szerb külügyminiszter. Szavai szerint az ingázás lehetőségéről több környező országgal is folynak tárgyalások. Sada su granice potpuno zatvorene i mi ovom odlukom vlade omogućavamo da kažemo da smo spremni da sa zemljama postignemo takav dogovor. Mađarska je to odmah prihvatila. Iskreno da budemo, oni su to i najviše i predlagali, zato što zbog Mađara koji žive blizu granice, sa drugim zemljama se još vode razgovori. Május 26-án érhet véget a koronavírus járvány Szerbiában, legalábbis ezt jelzi előre a járvány kapcsán felállított matematikai modell, írja a szerb közmédia. A matematikai modellezés viszonylagosan, de meg tudja határozni a járvány lefolyását és annak esetleges végét is. Világszerte modellezések alapján számítják a vírus terjedési ütemét. A Petar Korcsovit professzor által felállított görbe szerint a járvány vége május végére várható Szerbiában.
abban az esetben, ha az elmúlt 10 nap tendenciái a továbbiakban is folytatódnak. Az úgynevezett Gauss görbét alkalmazták már a SARS vírus és a sertés influenza esetében is, és most a koronavírus kapcsán is. Az említett görbe harang alakot feltételez, vagyis fokozatos emelkedés után eljut a csúcsra, majd fokozatos csökkenést mutat. A csökkenés esetében ugyanakkor fontos leszögezni, hogy annak mértéke két dologtól függ. Egyrészt, hogy mennyire tartják be a polgárok a szociális távolságtartást, másrészt pedig, hogy a járvány fellángol-e újra. A szerb közmédia emlékeztet, a járványok újabb hullámának pontos meghatározására nem állnak rendelkezésre matematikai modellek. Ezeket akkor lehet felállítani, amikor már az adott járvány megkezdődött. Amennyiben a szerbiai koronavírus fertőzöttek száma nem csökken, lehetséges ismét a korlátozó intézkedések bevezetése, nyilatkozta a Prva TV-nek a szerb miniszterelnök. Ana Brnabić elmondta, optimista a vírus terjedésének fékezése kapcsán, továbbá reményét fejezte ki a rendkívüli állapot minél hamarabb történő feloldása kapcsán. Összességében leszögezte, folyamatban van a korlátozások enyhítése, de amennyiben nem csökken a fertőzöttek száma az országban, a rendelkezéseket újra bevezetik. Újabb 5 idős krónikus beteg hunyt el a koronavírus okozta a fertőzésben Magyarországon. Ezzel 340 főre emelkedett az elhunytak száma, hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Magyarországon az 53. napja tartó járvánnyal szembeni védekezés alatt 82.010 mintavételt végeztek el, ebből 2.998 embernél mutatták ki a vírus jelenlétét, eddig 629-en gyógyultak meg, 1005 beteget pedig még ápolnak, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Szlavik János infektológus főorvos arról beszélt, hogy minden bizonnyal szeptemberben elérhető lesz a világ számára egy vagy két hatékony oltóanyag. Maruzsa Zoltán magyar köznevelésért felelős államtitkár ismertette, hogy hétfőn 9 órakor több mint 84.000-en tudják majd megkezdeni az érettségit Magyarországon. Mint mondta, minden intézménybe megérkeztek a maszkok, kesztyűk, kézfertőtlenítők, a tanárok és a diákok részére. A maszkviselés belépéskor kötelező, és a vizsga közben is erősen ajánlott, tette hozzá az államtitkár. A biztonsági intézkedések közé sorolta azt, hogy legfeljebb 10 fő lehet a teremben, és másfél méteres távolságot kell tartaniuk. Maruzsa Zoltán emlékeztetett, hogy aki szeretné, még holnap reggel is dönthet úgy, hogy őszre halasztja az érettségit. Az idei érettségi különleges, hiszen ebben a helyzetben elsősorban a biztonsági intézkedéseken van a hangsúly. Hangsúlyozzuk ismét, hogy a részvétel nem kötelező, az ősszel is lesz érettségi, és a keresztféléves felsőoktatási felvételét is meg fogjuk majd hirdetni, tehát bárki akár még holnap reggel is dönthet úgy, hogy inkább későbbre halasztja. Csak írásbelit tartunk, a személyes kontaktusokat ezzel a felére csökkentettük. Az első héten a vizsgák 9 órakor kezdődnek, hogy az intézményekbe való eljutás egyszerűbb legyen, illetve ne torlódjon össze a munkába igyekvők tömegével. Az elmúlt hónapok munkája során sikerült felkészíteni a magyar egészségügyi ellátórendszert a tömeges megbetegedések időszakára, közöltem a Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A magyar külgazdasági és külügyminiszter ismertette, hogy a hétvégén 7 repülőgéppel érkeztek a koronavírus járvány elleni küzdelmet segítő védőeszközök és egészségügyi berendezések Magyarországra. Szijjártó kiemelte, a Magyarország-Kína légi híd üzemeltetése továbbra is kiemelt feladat annak érdekében, hogy az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak. A hétvégén 4.600.000 maszkot, 1.390.000 kesztyűt, 30.000 tesztet, 1500 betegőrző monitort, 190 lélegeztetőgépet, valamint 8,2 tonna maszkgyártáshoz szükséges alapanyagot szállítottak az országba. Levélben köszöntötte Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt és rajta keresztül Lengyelország valamennyi polgárát Orbán Viktor magyar kormányfő a Lengyel Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából. Lengyelországban május 3-án az 1791-ben ezen a napon elfogadott alkotmányról emlékeznek meg.
A világjárvány súlyos kihívások elé állít mindannyiunkat, ezért a nemzeteink közötti szoros együttműködésre és szolidaritásra most különképpen szükségünk van. Örömmel tölt el, hogy visegrádi együttműködésünk rendkívül jól vizsgázik ebben a nehéz időszakban, is írta Orbán Viktor. Kifejezte meggyőződését, hogy közös munkánkkal hozzájárulhatunk Európa keresztény örökségének megőrzéséhez, a kontinens biztonságának és versenyképességének megerősítéséhez, valamint gazdaságaink újraindításához. A magyar kormányfő bízik abban, hogy európai szinten is eredményesen tudnak fellépni a közös érdekekért, és a képmutató európai vitákban mi, magyarok és lengyelek a jövőben is számíthatunk egymásra, írta levelében a magyar kormányfő. Már több mint 3,5 millió a koronavírussal fertőzöttek száma a világban. A betegségben eddig mintegy 245 ezeren hunytak el, a gyógyultak száma pedig több mint 1 millió 132 ezer. A legtöbb halálos áldozatot az Egyesült Államokban tartják nyilván, ahol 1 millió 163 ezer ember az igazolt fertőzöttek. 67.500 a halálos áldozatok, és 174.000 a gyógyultak száma. A koronavírus járvány európai gócpontja továbbra is Spanyolország és Olaszország. New Yorkban Spanyolországban több mint 247.000 fertőzöttről, 25.000 áldozatról, és mintegy 148.000 gyógyultról tudni. Olaszországban 209.000 a koronavírus fertőzöttjeinek, 28.700 a halálos áldozatainak száma, és 80.000 gyógyultak fel a betegségből. New Yorkban szombaton bezártak a tábori kórházak, több városban pedig légiparádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt. Miután a városból távozott a kórházhajó, felszámolták a Central Parkban felállított több sátorból álló tábori kórházat is. Andrew Cuomo New York állam kormányzója bejelentette, március óta a járvány az államban 19.000 halálos áldozatot követelt. A kormányzó hozzátette, óvatosnak kell lenni, és nem szabad az állam gazdasági és mindennapi életét idő előtt újraindítani. Közben az Egyesült Államok több tagállamában utcára vonultak az emberek, hogy az állam mindennapi életének újraindításáért tüntessenek. New Hampshire-ben, Kentucky-ban és Kaliforniában is megmozdulások voltak. Spanyolországban is lassan, de elkezdődnek az enyhítések. A gyerekek már napok óta kimehetnek az utcákra és sportolhatnak is. Hétfőn pedig elkezdődik a második fázis. Mindenkinek maszkot kell húznia, ha felszáll egy buszra vagy vonatra, jelentette be Pedro Sánchez, hozzátéve, hogy felszólította a parlamentet, hosszabbítsa meg az egy hét múlva lejáró vészhelyzetet. A lazítás jegyében kinyithatnak a kávézók és éttermek, de csak elvitelre főzhetnek. A könyvesbolt fodrászüzletekbe és kozmetikákba is visszatérhet az élet, de a higiéniai előírások betartását rendszeresen ellenőrizni fogják. A gyárak, az autó, a textil és az építőipar, valamint a városi tömegközlekedés újraindításával hétfőtől Olaszországban is megkezdődik a járványhelyzet második szakasza, majdnem 4,5 millió dolgozó újbóli munkába állásával. A kijárási korlátozásokat azonban még nem oldják fel teljesen. Hétfőtől újraindul az eddig leállított, nem létfontosságú termelés. A kereskedelemnek május 18-áig, a vendéglátásnak júniusig kell várnia a kormányütemterv szerint. Hétfőtől már nyitva lesznek a kávéházak és az éttermek is, de vendéget nem fogadhatnak, csak elvitelre árulhatnak ételt és italt. Enyhítik a kijárási korlátozásokat is, továbbra is csak indokolt esetben lehet utcára menni, tehát munkavégzés, élelmiszer és gyógyszervásárlás, valamint egészségügyi indok miatt. Ezzel egy időben engedélyezett lesz azonban a rokonlátogatás, valamint a szabadtéri sportolás a lakóhelytől távolabbi helyszínen is. A városok és a tartományok közötti szabad mozgás azonban még nem engedélyezett. Ma van a sajtószabadság világnapja. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott napot minden évben világszerte megtartják. Cél a szabad sajtó és a szabad véleménynyilvánítás fontosságára való figyelemfelhívás. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet arra hívta fel a figyelmet a nap kapcsán, hogy a médiának kulcs szerepe van az álhírek elleni harcban. Továbbá felhívják a figyelmet, hogy az újságírók számára biztosítani kell a félelem nélküli munkavégzést.
A szerbiai médiahelyzet kapcsán Zoran Pašalić köztársasági polgári jogvédő azt nyilatkozta, hogy a szólásszabadság és véleménynyilvánítás területén nem történt előrelépés az elmúlt egy évben Szerbiában, ugyanis több médiaszabadságot veszélyeztető jogsértés történt. A szerbiai kultúráért felelős minisztérium gratulálta nap alkalmából az újságíróknak és felhívta a figyelmüket arra, hogy fordítsanak több figyelmet az információk hitelességére, munkájukat pedig felelősségteljesen és szakmai szempontok szerint végezzék. Európa több országában is május első vasárnapján köszöntik az édesanyákat. Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Annak ellenére, hogy Anna M. Jarvis erőfeszítésének köszönhetően vált hivatalos ünneppé az 1900-as évek elején, az édesanyák tiszteletére már jóval korábban is rendeztek megemlékezéseket. A legrégebbi ismert rítusokat az ókori birodalmak hagyományaiban találjuk meg. Az egyiptomiak majd később a görögök és rómaiak spirituális életében is kiemelt helyen szerepeltek a nők tisztelete. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Ha valaki fejlett erdei fülesbagoly fiókát talál a földön, tegye fel egy magas faágra. Változékony, igazi tavaszias időjárásra számíthatunk május első hetében. Meghalt Szilágyi István, az idős színészt ma viradóra találták holtan Budapesten, a gyanú szerint a fia ölte meg. Az üggyel kapcsolatban a budapesti rendőrfőkapitányság közleményt adott ki, miszerint 7 óra 34 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Budapesten egy családi házban egy férfi bántalmazza apját. A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazót, a 49 éves S. Pétert, majd szemlét tartottak és megállapították, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta. A 82 éves karakterszínész Szilágyi István több tévéfilmben alakított emlékezetes szerepet, legtöbben a Kemény Kalap és Krumplior Lópici Gáspárjaként emlékezhetnek rá, illetve az Indul a Bakterház piócás embereként. Az internetes filmes adatbázis szerint több mint 200 alkotásban játszott. Feltűnt a Tenkes kapitánya és a Rózsa Sándor című sorozatokban, a Gyula Vitéz télen-nyáron, a Mit csinált feleséget 3-tól 5-ig, a Talpuk alatt fütyül a szél és a Pogány Madonna című filmekben is. Folytatódnak a kiterjedt állag megőrzési és helyreállítási munkálatok a belgrádi Kalamegdánon azzal a céllal, hogy megőrizzék a kulturális örökséget és a látogatók biztonságát. A délkeleti hidak, az óra és a barokk kapu komplexum felújítása 2019 végén kezdődött, a Száva sétány kiteresztése a Király kapuhoz pedig az év januárjában. A Száva sétányon elvégzett munkák első szakaszában a lépcsőfeljáró teljesen helyreállt, míg a második szakaszban folytatódik a sétány meghosszabbítása. Dopada mi se ovo što se radi na Gornjem Kalemegdanu, most je dobro odrađen, vidjet ćemo na kraju finalni rezultat. Az óra és barokk kapu komplexum a belgrádi erődítmény egyik legfontosabb látványossága, és a kiterjedt munkák befejezése után a látogatók hozzáférhetnek egy másik épülethez, a belgrádi erődön, valamint az ott megvalósuló új létesítményekhez. A terv egy látogatóközpont megnyitása ezen a területen, amely különféle programok szervezésére szolgálna. Ovo je kompleks koji je poslednji put rađen 2003. godine, tada je rađena njegova sanacija, ali opet ne u potpunosti. Zapravo tada je shvaćeno da su mnogo obimniji radovi neophodni kako bi se on u potpunosti doveo u red. Ovo su zaista obimni konzervatorsko-restauratorski radovi, čija je vrednost preko 40 miliona dinara. A munkálatok befejezésére 6 hónap lett előlátva, de a jelenlegi rendkívüli helyzet miatt ez el fog tolódni, tette hozzá a szakértő. Több mint 100 év után az elmúlt egy évtizedben visszatértek az őshonos hódok a Tisza vajdasági szakaszára is. A hód fokozottan védett állatnak számít Szerbiában, becslések szerint jelenleg 10 pár él a Tiszában a szerb-magyar határ és Zenta közötti szakaszon.
A jelenleg a Tiszán megtalálható húdok Magyarország területéről érkeztek hozzánk. Az ottani betelepítésüket követően 2010-ben a Magyar Kanizsa és Martonos között lévő úgynevezett Majom-szigeten találtak otthont maguknak. Sarnyai Csaba a megjelenésük óta nyomon követi a húdokat. A Majom-szigeten történt faírtás miatt az ott lévő 6 darab húd elhagyta addigi élőhelyét. Magyar Kanizsánál most is lehet találkozni a védett emlőssel. Két hódot, egyiket 2018-ban ütötték el, ugye, ahogy ők keresték a helyüket és menekültek. 2018-ban ütötték el, a másikat pedig 2018 végén, 2019 elején. Elmentek a hódok a szigetről, és amik maradtak, ugye az a 4 darab, az egyik itt van épp a cserkésztelepnek által, tehát itt találta meg a helyét. A másikak ugye lementek, Török Kanizsa, Adorjány, és akkor ott elkezdtek szaporodni. Az elmúlt 2 évben szaporodott az állomány. Magyar Kanizsa környékén már fiatalabb egyedekkel is találkozhatunk a kora reggeli órákban. Ágoston Attila, török kanizsai állatorvos ezzel kapcsolatban elmondta, az elmúlt 10 évben ők is nyomon követték a hódokat, a határtól az Enta szakaszig, ahol a terület eltartó képességének megfelelően a becslések szerint összesen 20 darab élhet. Pillanatnyilag is olyan 10 párra tehető a hódállomány, akinek van ideje, kedve Tiszán csónakázni, mindenfele találkozni fog hódrágásokkal. Nagy fákat is meg tudnak rágni, úgy értem, hogy 20-30 éves nyárfákat, fűzfákat kidöntögetnek, viszont nagyon gyakran vízbelógó fűzbokrokat, gyalogakácbogrokat megrágnak, lehántsák a kérgüket, ez a fő táplálékuk, kérgek, rügyek, esetleg hajtások, és fehérlenek ezek a hajtások a víz fölött, arról lehet tudni, hogy hód járt a környéken. A hód fokozottan védett állatnak számít Szerbiában. Ha valaki fejlett erdei füles bagolyfiókát talál a földön, tegye fel egy magas faágra, tanácsolják az ornitológusok. Tavasszal a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesületet gyakran keresik meg aggódó polgárok, hogy a szakemberek segítsenek gondoskodni bagolyfiókákról. Főként erdei füles bagokról van szó, amelyek rendszeresen lakott területeken költenek. A fiókák kijárnak a fészekből, és környező ágakon sétálgatva gyakran lepottyannak a fáról. Földre érve viszont könnyen a kutyák, macskák áldozataivá válhatnak, ezért nagyon fontos az emberi segítség. A legtöbb, amit ilyenkor tehetünk, ha visszatesszük a fára, amely alatt találtuk. Ha már nincs is a fészekben, a szülei tovább fogják etetni, üzenik az egyesület szakemberei. Viszont ha a bagolyfióka megsérült, állatorvos segítségére van szüksége. Kutatások bizonyítják, hogy érdemes gondoskodni a füles bagolyokról, sőt többszörösen kifizetődő, ugyanis egy-egy család akár 8000 rágcsálót is megeszik évente. Változékony, igazi tavaszias időjárásra számíthatunk május első hetében, egymást váltogatják majd a frontok, a levegő hőmérséklete akár a 21 fokot is elérheti, kedden egy újabb hideg front hatására a nappali hőmérséklet visszaesik, és nagy valószínűséggel fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A csapadékos időszak nem tart ki sokáig, csütörtöktől vidékünkön ismét a napsütés veszi át a főszerepet. Eddig tartott a híradó, nap kiemelt híre jönnek még egyszer röviden. 102 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak Szerbiában. A Magyarországon érettségiző szerbiai diákok ma léphettek át a határon. Magyarországon eddig 2998 embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Hódokkal is lehet találkozni a Tiszán. Figyelmüket megköszönöm, további hírek, információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Itt a televízióban most következik a Kőszívű ember fiai című magyar filmdráma második része, majd Kalamár is. 7:30-tól mesél a Pannon. A 20 órai híradót követően a Pannon Televízió saját gyártása dokumentumfilm sorozata a Radnóti nyomában következő epizódját láthatják. 21 órától az István a király című rockoperát tűzzük műsorra. Viszontlátásra!